Védikus szentírások szerint ebbe világban, hogyha valaki mondjuk állati eredetű ételt eszik, megölnek állatokat, az egy karma. És nagyon sokan szokták mondani, igen, de hát a növényt eszünk, az is karma. Így van. Bhagavad Gita-ban, a harmadik fejezetben, Yagyas és Nashana Samta, Mucsánte Szárva Kébisáj. Ott azt mondja, igen, hogyha valaki még a vegetáriánus ételt is csak úgy készíti magának is megeszik, akkor bizony csak karmát eszik. Szóval ez is egy karma. Nyilvánvaló sokkal-sokkal enyhébb, mint mikor valaki állati húst eszik. Viszont pont itt ez a lényeg, amikor valaki felajánlja. Krisna azt mondja, patrampus pam palam toyam, hogy vegetáriánus ételt, ami levél, gyümölcs, víz, levél, virág, persze zöldségek, vagy gabona, aki nekem ezt felajánl, elfogadom. Most mi történik? Mitől lesz szent az ételt? Hogyha mi felajánljunk Istennek, mert speciális ceremóniával és mantrákkal, Krisna elfogadja, megtisztítja a karmától, és már az ételnek a természete megváltozik. Most már nem a karma, hanem sőt, aki eszik, az minden bűntől megszabadul. Ilyen megszentelt ételt úgy hívják, hogy prasadam, Krisnának a kegye. Szóval ettől a szent ételt, hogyha Istennek ajánljunk egy hiteles folyamaton át.